Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. A műsor első felében mindig közismert magyar gondolkodókkal, közszereplőkkel keresem majd a választ az élet pozitív értelmére. Megpróbálom megismerni hitvallásokat, személyes nézőpontjukat, gondolatgazdag tapasztalataikat. Ezt követően mindig hétköznapi emberek tanúságos történetei következnek, igyekszünk minél több boldog embert bemutatni. Elsőként jöjjön dr. Máté Gábor, magyar származású, világszerte ismert kanadai orvos, addiktológus, író és pszichoterapeuta. Meggyőződése, hogy a betegségek és a stressz között szoros a kapcsolat, de a függőségek tárgyában is bátran foglal állást. Világszerte elismerik az ADHD, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar témájában folytatott munkáját. Most legújabb könyve bemutatója kapcsán pár hetet Magyarországon tölt Máté Gábor. Ő következik. Gábor, te mióta tudod, hogy jó élni? Még mindig próbálom kitalálni, hogy kell jól élni. Rám ne fogja, hogy én tudok jól élni. Nem tudsz jól élni? Életet tudok, de hosszú idő tanulás és próba és kiselektedésre volt szükség, hogy lejussak. Nem volt nekem könnyű. De ezt szerinted senki nem tudja megspórolni? Meg lehet tenni, de nézd, attól függ, hogy az ember hogy kezdi az életet. Van, akiknek egy ilyen derűsebb és vidámabb álláspontjuk van az élethez, de azért, mert valószínűleg jó kezdetük volt. De akinek a kezdetük nehezebb volt, annak nehéz rájönni arra, hogy tényleg jó az élet. Sőt, megmondom őszintén, 5-6 évvel ezelőtt voltam egy ilyen pszichedelikus terápián, ketaminféle gyógyszerrel, amit beoltottak, és a folyamat közepén elkezdtem kiabálni, hogy utálom az életet, nem utálom a világot. I hate the world, angolul, tudod? Ami nagyon jól esett, és mindenki nagyon hálás volt, mert becsületes volt, tudod, de ez a világ mész, ez a világ gyűlölet, ez benne mindig benne... De miért? Miért? A kezdetem miatt, mert nem hiszem, hogy az anyám még akart engem, még akkor, amikor terhes volt velem, tudod? Nem azért, mert nem akart gyereket, vagy nem szeretett volna engem, de 43 volt, háború volt, apám munkaszolgálatban volt, anyám egyedül volt, nem hiszem, hogy épp akarok a gyereket hordani. És ez rád ragadt? Tehát már a magzatban az ő szorongása, félelme? Ahogy a könyv is kismutatom, az anyának a lelki állapota már befolyásolja a gyereknek az agyfejlődését és a kilátását is. Sokan beszéltem, akik mindenféle módon, valamiféle módon, de megérzik még a magzati féle fájdalmukat. Mert az emlékezet nincs meg az agyban, de az érzelmi benyomás az benne van a testben és a idegrendszerben. És olyannyira így van ez, hogy nem tudom, hogy 70 évvel később az ember tudja utálni vagy gyűlölni az emberek vagy a világot, azért, mert akkor az édesanyja szorongott? Ember nem kapcsolja össze tudatosan ezt a két tényt, hogy az anyám szorongott, de ez a világ jeleni ellenállás vagy rossz érzés, az bele van iktatva az ember idegrendszerébe. Attól függ, hogy kinek mennyi ide, milyen fokig, de bennem nagyon bennem volt, tényleg. És milyen ember voltál te akkor? Milyen ember voltál te akkor, amikor ez nagyon ott volt benned? Nézd, a gyerekkoromról nézem a fényképeimet, egy fénykép sincs rólam, itt a budapesti gyerekkorom, amikor mosolygok. Mindig ilyen mogorva bús kinézés van a szemeimben és az arcomban. Korai öreg voltam, tudod? Sőt, még kamaszkoromban emlékszem, mentem az utcán, mondjuk már Kanadába, és teljesen idegenek rám szóltak, hogy vidám, hogy fej egy kicsit, nem lehet olyan rossz az élet. Annyira kiült az arcodra a szomorúság? Annyira, én tudtam volna. Te belül mit éreztél? Nagy részben nekem csak így tűnt, hogy ilyen a világ, tehát ez nekem normálisnak tűnt, tudod? Akkor jöttem rá, hogy mennyire depressziós voltam, miután már csak nem voltam depressziós. Akkor visszanézve mondtam, hogy jaj,
így láttam a világot, tudod? Tehát, na, alapvetően persze tényleg jó az élet. Sok szeretet van a világban, sok jóság, sok lehetőség, de erre rá kell jutni, és ennek megvan a bátyai. Mikor jó egy élet, szerinted? Ha az ember igazán szabad, és a szabadságot többféle módon értem, de főleg a belső szabadság, hogy legyen belső szorongás, hogy egy szabad, békés érzés legyen belül, amire nem mindenkinek könnyű oda jutni. De ha ez megvan, ez a fajta felszabadultság, ez a fajta szorongásmentesség, ja, akkor mi jön létre azzal szemben, mint amikor szorongás van? Akkor nem kell semmi létrejönnie, mert maga az a vidám, az az életöröm, ami az emberben természetesen megvan, akkor felszabadult. Tehát nem valami új lép fel, hanem ami ott mindig ott volt, el volt nyomva. Például egy napi csesemőt nem kell tanítani, hogy jó az élet. Hogyha egészséges a kis baba, élvezi és teljesen éli az életet. Tehát ez bennünk van, de utána el van nyomva, el van takarva, el van fedezve, és akkor fel kell találnunk megint, és el kell venni a gátokat, amik közöttünk és az élet szeretet között van. Az életet meg lehet szeretni szerinted? Vagy egész egyszerűen vannak emberek, akik úgy születnek, hogy ürügy nélkül is tudnak örülni az életnek? Szerintem majd mindenki úgy születik. Ha csak nem nagyon borzalmas körmények között élnek a szülők, vagy maga magzat, de általában kis babák életszeretően szülnek meg. És akkor kérdés az, hogy mi történik velük, hogy ezt elvessék, és hogy kapják vissza. Akik így születtek, esetleg te is így vagy, nem tudom. Nem is értik, hogy a mások milyen örülnek az életnek. Mert neked feltételezem esetleg olyan természetesnek tűnik, hogy jó az élet, szép az élet, itt vagyunk, Isten vagy valaki adta nekünk ezt a földet, az egész világot, mi nem élvezünk. Ez egy természetes álláspont, de ennek ki kell bontakozni, meg kell ennek nyújtani a lehetőségét, és ha nincs lehetőség erre, akkor az emberek beszorulnak, és akkor szoronganak. Mindennek megvan az oka, tehát mindenből lehet tanulni, és mindennek vannak tanulmányai. Tehát ugye van egy elvállás, az nem véletlenül történt. Mert általában, nem általában, hanem 100%-osan mi mindig olyan partnert, házaspárt, élettárst találunk, akinek épp annyi traumája van, mint nekünk. Tehát az azt jelenti, hogy két ember ugyanaz a fokú traumával összejönnek, most vagy kidolgozzák, vagy nem. Ha nem dolgozzák ki, akkor elvannak. De mind a kettő tudja a másikról, vagy nem is tudják? Még maguk sem esetleg tudják. Mikor az én feleségemmel összejöttünk először, mint fiatalok, én nem tudtam, hogy nekem traumám volt, vagy hogy neki volt. Az csak később jött világra. Amikor... Az egy nagy ráeszmélés? Egy ilyen katarzis, amikor két ember rájön, hogy a másiknak mi a sebe? Nézd, miért van az, hogy az ember elkezdi a viszonyt szerelmes a párába, a legszebb, legjobb, legkívánatosabb valaki a földön, és akkor egy évvel később már úgy nyártok egymást, és kiabáltok egymással, vagy szóltok egymáshoz, vagy sokkal hígabb, vagy sokkal hidegebb a viszony. Ennek okai vannak. És így ez pedig azokat a traumákat képviseli, amit nem is tudtál, hogy benned volt, vagy a társadban benned volt. De ezek kivétel nélkül már ki fognak jönni a viszony alatt. Te beavatsz bennünket, hogy a te gombjaidat, amit ilyen tróma kapcsán nyomogatott egy ilyen együttlét, az hogy jött felszínre? Tehát a feleséget mit látott rajtad, amikor te elkezdtél máshogy viselkedni? Mondok valamit a feleségemről. A feleségem, még mikor először is találkoztunk, akkor még nem mondta azt nekem, de később mondta, hogy ő láttam benne a nagy sötétséget, és láttam benne a nagy világítást is, és ő azt vállalta, hogy az ő feladata az, hogy elseperelje a sötétséget, és hogy még fényesebb legyen a világ bennem, tudod? Egy kicsit meg akart téged menteni? Tessék? Egy kicsit meg akart téged menteni? Nem csak egy kicsit. Nagyon meg akarnak menteni. Nem is tudta, hogy mitől.
De ez volt ember az érzés. Miért volt az ez a feleségem? Mert én nagyon hasonlítottam az ő apjára, aki egy nagyon traumatizált valaki volt. Ezt akkor még ezt nem tudhatta, de érezte, tudod. Tehát a feleségem tudatosan elvállalta azt a feladatot, hogy engem majd meg fog menteni. Ami egy nagyon hálátlan munka volt neki, megmondom őszintén. Ha ő nem lenne, vagy nem vele találkozol, te ma nagyon másmilyen ember vagy? Igen. Ha csak nem találkoztam volna valaki éppen, akkor ugyanolyan, mint ő, de az nagyon valószínűtlen. Ő neki nagyon komoly áldozatot kellett mutatnia a te irányodba és egyáltalán a világnak? Hogy te az legyél, aki vagy? Általában ezt a nők megteszik. Ők nagyon feláldozzák a saját énjüket ahhoz, hogy a férfi támogassák, és hogy a férfivel összeilleszkedjenek. Tehát ez a nagy árat fizetnek a nők, ezért betegebbek a nők, ezért van a nők között a több autoimmun betegség például, több depresszió, több idegesség, több PTSD, mert nagyon feladják az ön énjüket, az igazi létüket, ahhoz, hogy a férfit anyálják tulajdonképpen. Feleségeddel is ez történt? Igen, amíg aztán állta azt, hogy elege volt belőle. Megkövetelte, hogy most és nőjek fel egy kicsit. Ez hány éves korodban volt? Ez egy folyamat volt. Még mindig folytatódik. De volt egy olyan korszak, amikor veszélybe került ez a ti nagy szövetségetek? Ja, persze. A mi viszonyunknak az egyik ereje mindig az volt, hogy becsületesen beszéltünk egymással. Tehát, hogyha egyikünk kívülte a másikat, akkor a másik válaszolt. Tehát nem sokat menekeltünk az igazságtól. Tehát ez volt az ereje a viszonyunknak. És aztán főleg, amikor gyerekeink születek, és aztán kezdtük látni, hogy a gyerekeink mennyire szenvednek a mi összetűzéseink miatt. Ezek ilyen hangos veszekedések voltak? Hangos és nem hangos, de akár hangos, nem, volt hangos is. Én kiabáltam eleget, hidd el nekem. De a gyerekek érzik még a szorongást is. A gyerekek érzik a feszültséget a szülő testébe, és személyesen veszik. Tehát egy kisgyerek, aki olyan házban nő fel, ahol a szülők nagy szorongásban, nagy feszültségben élnek, azt a gyerek megérzi, és ezt még a gyerek stressz hormonja is kimutatják. Ugye három gyermeked van? Nekünk három gyermekünk van, igen. És azt mondtad egy interjúban, hogy mind a hárman depressziósak bizonyos tekintetben. Megvoltak mindenkinek ez a depresszióval a hajlamok, igen. Ez emiatt van, hogy sok veszekedést láttak? Nem csak, hogy veszekedést láttak, hanem hogy mint a fiam, akivel együtt írtam ezt a könyvet. Igen, az új könyvet együtt írtad a fiaddal. Igen. Ő emlékezik a könyvbe, le is írja, hogy volt egy rémálma a gyerekkorában, hogy amikor a föld elmúlik a talpa alól, az azt jelentette, hogy sose tudta, ez mit képviselt azt, hogy sose tudta, hogy mikor a békés és játékos és szerető légkör a házunkban hirtelen viharba kerül, és megváltozik, és megint feszültség lett. De nem volt semmiféle bizonytalansága. Ez a gyerekben depressziót tud okozni. Ők valaha ezért tettek neked szemrehányást? Én mindig azt mondom nekik, hogy én nem attól félek, hogy haragszanak velem, attól félek, hogy nem lesznek elég haragok. Mert a javuláshoz, a gyógyuláshoz meg kell érezni azt a haragot, azt a dühöt, ami benned van, tudod? És maga a depresszió, és mit jelent az a depresszió? Angolul az a szó, hogy depresszió, azt jelenti, hogy lenyomni valamit. És mi van lenyomva a depresszióba, az érzelmek? Még vannak lenyomva, mert nem volt a szabadság a gyereknek érezni az érzelmét. Tehát azt én mondtam nekik, hogy ha düh van bennetek, ne nyomjátok le, fejezzétek ki, meghallgatom. Tudod? És kifejezték? Igen, kifejezték. Sőt, most is kifejezték, hogyha ha rossz lépést teszek, akkor hallom tőlük. De ezek nagy gyónásokkal járnak? Tehát neked ezek megterhelő dolgok voltak, amikor szembesítettek azzal, hogy milyen voltál egykor? Vagy mit vártak volna el tőled? Nézd, a mi házunkban ez másképpen fordult. Úgy fordult, hogy én rájöttem ezek a dolgokra, miért ők rájöttek volna. Tehát én voltam, aki mondta nekik, gyerekek, itt nem minden jól történt. De
El tudod azt nekünk mondani, hogy mi az, amit neked meg kell bánnod velük kapcsolatban? Milyen voltál te? Először is erről már beszéltünk, nem volt nagyon jó kedvem. És ez is befolyásolja a gyerekeket. És nem tudtam miért. De úgy volt neked nem nagyon jó kedved, hogy közben sikeres voltál? Nagyon sikeres voltam. Épp akkor kezdtem dolgozni saját magam, amikor rájöttem, hogy a sok siker mellett mégsem vagyok boldog. Hát miért nem vagyok boldog? Szép családom van, feleségem, gyerekeim, házam, munkám, tisztelve vagyok a világon. De mégis boldogságom nem volt. Amellett én munkamániás voltam, ami azt jelentette, hogy érzelmileg, sőt gyakran fizikailag nem voltam ott a gyerekeim mellett, amikor szükségünk volt rám, és sokan boldogabb és célzottabban éreztem az életemet, amikor dolgozni tudtam. És akkor nem hiányoztak a gyerekek? Jó kérdés. Sajnáltam, hogy nem tettem ott velük, de én tettem azt a választást, hogy ne legyek ott, tudod. És senki sem forszerzott rám, senki sem kényszerített rá engem arra, hogy ennyi pacienst elfogadjak, ennyi szülőanyával ellátok, milyen gyakran dolgozok, vagy a víkendeken miért dolgozok, ez az én választásom volt. De menet közben érzi az ember, hogy nem biztos, hogy ez a szerencsés út csak nem tud ellene tenni? Előbb-utóbb rájön, hogy a szerencsés, mert vannak, akik sose jönnek rá, és így élik életüket, de nem rögtön jöttem rá, ez éveken keresztül tartott, hogy rájöjjek, hogy ez az út nem helyes nekem. Hogy jöttél rá? Épp ezért, mert rájöttem, hogy depressziós voltam, hogy a feleségemmel nem félek meg jó, annak dacára, hogy végtelenül szeretjük egymást. És hogy a gyerekeink féltek tőlem. Féltek tőlem? Ja. De félelmetes voltál? Mármint a modoromba, igen. Nem azt, hogy ütöttem, vehetem őket, de sose tudták, hogy mikor fogok beleharagudni. Pukkancs voltál? Fölcsattantál? Nagyon, nagyon könnyen, igen. Egyszer megütötted az egyiket, azt mondtad egy interjúban. Egyszer meg is ütöttem a 3 éves. Épp azt a fiút, akivel a fiammal, aki ezt a könyvet írtam, arcba vertem egyszer 3 éves korában. Mit követett el? Semmit. Azt követett el, hogy születésnapom volt a szüleim lakásán, és ott voltak a öcseim, a feleségekkel, és én is ott voltam a feleségemmel, kisgyerekemmel. Anyám persze mindig nagyon szép magyaros ételt, vacsorát készített születésnapomra, borsólevest és paprikás csirkét, stb. És tortát, és az anya a fiam kijelentette 3 éves fejével, hogy én nem fogok happy birthday-t, nem fogok boldog születésnapot énekelni. Hát erre én rászóltam, hogy ráfölmettem, hogy ha nem énekelsz, akkor nem kapsz tortát. Én mégsem éneklek. Hát mindenki könyörgött, hogy hagyjam abba. Mindenki könyörgött, hogy 3 éves gyerek, mit vitatkozok vele. De nem hagytam abba, és elfajultak a dolgok, amik addig annyira dühbegurultam, hogy megütöttem. Rögtön tudtad, hogy ezt nem kellett volna? Én rögtön tudtam, persze. És bocsánat, és kérek tőlem, és adtam neki annyit tortát, amit akar, de a kár már megvolt. Ő erre emlékszik? Emlékszik, de gyakran is beszéltünk róla, bár már nehéz tudni, hogy mire emlékszik, és hogy... De azt nem emlékszik el, igen. És sőt, beszéltünk erről nemrég, azt hiszem, kb. 4-5 héttel ezelőtt, és azt mondta nekem, hogy kifejezetten gyűlöltegem akkor. És annak te örülsz, mert ugye a harag kell ahhoz, hogy feloldozás nyerjen. Hogyha a gyerek szabadnak érzi magát, hogy nem megmondja nekem a igazi érzéseit, azt én nagyon jól veszem. Hogy gondolsz te mindenre vissza? Bűntudatod van? Szégyelled magad? Egyik se. Egyik se? Igen. Mert nézd, és ezt másik szülőknek is mondom is, én sose ébredtem fel egyik reggel, és elhasználtam, hogy ma bántani fogom a gyerekeimet, vagy ma nem leszek rossz, jó apa. Ezek öntudat alatt
vannak ennek az okai és a forrásai az én saját traumámban. Tehát ugye átmentem egy egész komoly bűntudaton és önhibáztatáson, de már régen rájöttem, hogy erre a gyerekeimnek nincs szüksége, sőt ellenkezőleg, és nem érdemlem meg, mert tényleg mindent megtettem, amit tudtam, hogy jó szülő legyek. Bocsáss meg, mind aki azt hiszem, legtöbb szülő is meg is teszi. Amellett sok hibát követünk el, mert nem tudjuk másképpen, de itt bűntudatra, önelítélésre az teljesen helytelen, és nem igazságtalan saját magadal szemben. Ilyen értelemben béke van benned, egykori tetteid lekapcsolatban. Igen, ilyen értelemben béke, elfogadom magamat, igen. Ez voltam, így tettem, ez így igaz, de rossz ember sose voltam. De amikor eljutottál oda, hogy ezen változtatni kell, köszönhetően a feleségednek, a gyerekeidnek, mihez fordultál, kihez fordultál? Hogy jön a tisztulás és a változás? Nézd, én 40 éves koromban elkezdtem járni terapeutához, és ez nagyon sokat segített. És azóta is nagyon olvastam a gyerekfejlődési irodalmat, a trauma irodalmat, persze, mint orvos is ezzel foglalkoztam, tehát a saját növekedésem, a saját fejlődésem nagyon lépésben volt a professzionális, az orvosi önképzésemmel. A feleségemmel mindig működünk, dolgozunk a viszonyunkon. Jártam többféle terápiás fajta elvonulásra, én is vezetem őket, szívedelmükkel dolgoztam, tehát többféle módon, tudod. Azóta jobban is élvezed az életet? Sokkal jobban. Megmondom őszintén, most 78 éves koromban jobban élvezem az életet, mint akármikor. Ahogy telik az idő, egyre jobban élvezed? Eddig még igen, szerencsére még egészséges is vagyok, tudom, majd meglátjuk, hogy mi lesz, hogyha a test kicsit lebukni, de majd meglátjuk. Eddig most az élet tényleg jobb, és szélesebb, és mélyebb, és kielégítőbb, mint valaha tapasztaltam volna. Neked mik a hétköznapi örömeid? Nézd, én nagyon szerencsés ember vagyok, mert olyan fajta munkát végzek, ami olyan kielégítő, és olyan a lelket annyira tápolja azt a munkát, amit én teszek. És az emberek olyan hálásak, olyan sok szeretet és örömöt és hálát kapok világszerte, tudod. Egy gyönyörű házasságban vagyok, a feleségem, sose szerettük egymást több, mint most, tudod. Jobban, mint most. Igen. Jobban, mint most, igen. Gyerekeimmel jobb viszonyban vagyok, jó barátaim vannak, szeretem az úszást, a biciklizést, a zenét, az olvasást, a természetet, és az utazást. Nagyon szerencsés valaki vagyok. De ez szerencse, Gábor? Tessék? Ez szerencse, szerinted? Szerencse is. Nézd, meg is dolgoztam érte, tudod? De még az is szerencsés, hogy bennem volt az erő, vagy a tehetség, vagy az öntudat valahogy, hogy ezt a munkát megtegyem. Tehát ilyen szerencsésnek állítanám magamat. Illetve legalábbis nagyon hálásnak. Kinek vagy hálás mindezért? Hát nézd, az életnek. Az életnek? Van egy gyönyörű spanyol dal, ami Perúból ered, az a címe, hogy Gracias a la vida, köszönet az életnek. És gyakran játszom ezt a dalt. Ezt hallgatod? Ja. Egyébként, tudod, milyen érdekes? Az a nő, aki ezt a dalt írta, a gyönyörű dal, öngyilkos lett. Aki ezt írta? Ja. És ebben látsz bármilyen összefüggést? Láttam az életnek a komplikációit, és hogy két részünk van, legalábbis két oldal van az életnek, van a sötét, van a világos, és sose tudjuk, hogy mi hol fogunk kijukadni. Hát ahhoz kell egy ilyen társ, mint a feleséged, hogy a világos jöjjön felszínre. Többek között, és egy benső kívánság is, hogy az ember kutatja az igazságot, kutatja a saját igazságát, ne tagadja a valóságot saját magának. Vállalja el, ahol hibát követett, tanuljon tőle. Főleg az a fontos, hogy az ember mindig tanuljon. Végig tanulni kell. A saját hibánkból, vagy a mások hibáiból?
mindenki hibából, a bal szerencséből, akármiből, a jó szerencséből, a sikerből, de mindenből tanulni lehet. Te miből tanultad a legtöbbet? A sikerekből vagy a kudarcokból? Ó. Kifejezetten abból tanultam legtöbbet, ahol nehéznek találtam az életet, ahol nehézkedtem, ahol kudarcot, kudarcos fulladtam, ahol elbuktam, abból sokat tanultam, igen. Rögtön? Vagy az ember később jön rá arra, hogy mit kellett volna máshogy csinálni? Bár olyan okos lennék. Nem rögtön. Csak visszamenetre, visszanézve az ember meglátja a tanulságokat. De legalább szerencsés voltam abban, hogy képes voltam, és halandó voltam, és érdeklődött, hogy ja, mi történt itt? Ha ez nem ment jól, mi volt ebben az én szerepem, tudod? Nem csak miért történt hozzám ez a borzalmam, hanem hogy miért vagyok olyan szerencsétlen, hanem mi volt bennem, ami ezt kiválta, ezt a krízist, vagy okozta ezt a kudarcot. Te rájöttél arra, hogy voltak éppen mi az élet értelme? Azt hiszem, mert mindenkinek saját magának rá kell jönni, és ez szavakba nagyon nehéz kifejezni, de szerintem, hogyha rá gondolkozok, legyünk önmagunk, legyünk azok, akik vagyunk. A Sájé János, aki a nagy magyar orvos és stresszkutató, ő mondta, és idézem is a könyvbe, hogy az embernek a legnagyobb frusztrációja az, hogy olyanok akarnak lenni, akik nem ők. Tehát hamisak vagyunk saját magunkhoz. Tehát az autentikus lényünket kell keresni és kifejezni. Még magunkkal szemben sem viselkedünk úgy, ahogy kellene? Tehát magunknak is hazudunk? Ó, főleg magunknak hazudunk. Emberek főleg saját magunknak hazudnak. Hogy lehet lebuktatni saját magam előtt? Mert hogy az ember rájön, hogy egy-egy gyakrabban és sokszor elbukik az ember, belegátlik valamivel, valami nem megy jól. Meg kell kérdezni, hogy miről van itt szó? És amint mondtam az előtt, vagy azt állítjuk, hogy mi is áldozatok vagyunk, az élet áldozatai vagyunk, és mindenki másnak a hibája, vagy pedig rájövünk, hogy az igazságot saját magunkba kell keresni. Ezért mondta a Szokratész 2400 évvel ezelőtt, hogy az az élet, amit is megvizsgálva, az önvizsgálat nélkül nem érdemes az élet. Te azt mondtad egy interjúban, hogy 40 éves korodig nem tudtad, hogy mi az a hála. Ja. Az mit jelent? Hálátlan ember voltál? Hálás tudtam lenni embereknek, amikor valami jót tettek velem, tudod? Tehát az a hála, az mindig bennem volt. De maga az, hogy nézd, a kanadai bennszülöttek, akiknek borzalmasan nehéz történelmük van, a kolonial elnyomás és népirtás és szenvedés miatt borzalmas, nehéz most is a helyzetük. De tradíciójuk az, hagyományuk az, hogy bocsáss meg, hogy egy ilyen hálás mondattal kezdik a napot. Hálát adnak a napnak, hogy fénylik az égbe. Hálát adnak a földnek, hogy a talpai támogatják, hogy a bőséget, amit a természet nyújt nekik. Ezzel kezdik. Ez az élettel szembe a hála bennem nem volt. Nem is értettem, hogy miről van szó. Nem is értetted, miről van szó? Intellektuálisan értettem, de abszolút nem tudtam érezni. Ez egy érzelmi csökötség, vagy önzés, vagy elzárkózás? Ez egy emléke annak, hogy csecsemőkorom óta a világ nagyon nehéz volt, és élvezhetetlen volt. Tehát ez mondjuk belem volt diktálva kisgyerekem óta. Ez nem magyarázom itt a bizonyítványomat, csak ez volt az én helyzetem, amíg aztán megtaláltam saját magamban az enyhülést, és akkor a hála egyre inkább növekedik, tudod? De amikor nem ismerted azt a szót, hogy hála, tűnhettél te például gőgösnek? Egyesek azt mondták volna, igen.
Ja. Föl is azért, mert az intolerátus szempontból mindig nagyon magabiztos voltam, nagyon hittem a saját belátásomhoz és észrevésem, és tudod, tehát velem nehéz volt vitatkozni. Nem is nagyon tűrtél ellentmondást? Kicsit türelmetlen voltam vele, igen. Azért, mert általában úgy láttam, hogy az emberek nem értik a dolgot, tudod? Nem azt, hogy más a vélemények, hanem nem is értjük, hogy miről van szó. Hát ez kicsit, több mint egy kicsit görgös volt, így ezt mondanám, igen. De pláne akkor, amikor az embert világszinten sokan egyfajta igazodási pontként kezelik, hogy tudja megállni azt, hogy valami fajta, lehet, hogy erős a kifejezés, de szerintem tudod, miről beszélek, ilyen Isten tudat legyen. Hogy én tudom a tutit. Kritikátlanul. A római császárok, amikor ilyen diadalmas utat, vagy diadalmas ünnepeket tartottak a saját javukban, Rómába, és a chariotba, hogy mondják a chariotet, a kocsikba mentek át. Igen. Rómán, mellettük állt egy szolga, és az emberek mindenki kiabálták, és kiadták a nevét, és dicsérték őket, és a zászlókat, stb. És ennek a szolgának az volt a feladata, hogy minden pár percen körülbelül belesugjon a császárnak a fülébe, hogy fentség, te csak ember vagy. Tehát én pedig és valakihez mentem házasságba, tudod, aki... Ki folyamatosan duruzsolja a füledbe. Fiacskám, ne vegyél ezt. És tudod mit? Én is túl tárgyalgas vagyok ahhoz, hogy ezt én komolyan vegyem. Hogy én még hálásak, és hogy a munkám sokat segít nekik, azt látom, és örülök is neki, de személyesen ezt nem veszem. Egyre kérlek még téged, hogyha behunja az ember a szemét, nem tudom, föl tudja-e idézni élete legboldogabb pillanatát. Mégiscsak az a műsor címe, hogy élni jó. Yeah. Arra lennék kíváncsi, melyik volt az a pillanatod, bármi lehet, gyerekszületéstől, első könyvsiker, de a legbanálisabb dolog is, egy nap felkelte egy lánnyal, bármi, amikor azt mondtad magadnak, na ezért érdemes volt. Ja, én három ilyen esetet tudok mondani, hogy akarod. Egyik a legidősebb fiam megszületése, abban a pillanatban egy végtelen örömöt és boldogságot tapasztaltam. Könyvbe is lábaltak a szemeim. Egyik. Másikban, ami szerencsében gyakran történik, amikor a feleségemmel megölik egymást, és egymás szemébe nézünk, és akkor az a szeretet, amit érzünk, az nem csak rólunk van szó, az a világ szeretet sugárzik rajtunk keresztül, tudod, ezt is nagyon érzem, és nagyon értékelem. A harmadik pedig le is írom a könyvbe, amikor Peruban voltam egy ilyen ayahuasca növényfajta szertartással, ilyen benszülött, amazoni benszülött sámanokkal, akik nagyon keményen dolgoztam rajtam, és a legutolsó szertartás után, sok munka után egyszerűen elhanyítottam ott az ágyon, és egy ilyen látásféle jött hozzám, látmány, vision, és látomás, köszönöm, és a vége az volt, hogy egy kék egen ilyen felhős betűkkel az volt kírva magyarul, hogy boldog. Nem angolul, banyarul. Na most az volt ebben furcsa, ez három és fél éve ezelőtt volt. Ebben az volt furcsa, hogy én általában angolul gondolkodok, és angolul is elmondok. De ez a szó, boldog a kék égbe, magyar betűkbe jelent meg, boldog, és én rájöttem arra, hogy ez miről szó, ez azt jelenti, hogy nem számít, hogy mi történt hozzám gyerekkoromban, vagy de a boldogságnak a lehetőségét nem lett senki tőle elrobolni soha. És az enyém is, nekem is megjött, és visszajött. Annak dacára, hogy milyen sok balhén átmentem a világon, tudod, boldogság még mindig ott volt. Nagyon szépen köszönöm, maradjon ez így sokáig. Én is köszönöm. Máté Gábor után következzék egy nem mindennapi lány története. Mihalik Sarolta emberfeletti teljesítménye egy kicsit azt is bizonyítja, hogy csodák már pedig vannak.
Ezen felül mindazt mindjárt önök is hallhatják, láthatják, Saroltából süt az életszeretet és a derű. Szerintem sokan mondják azt, hogy élni jó, de kevesen is élnek úgy, hogy mindezt példázzák. Szerinted te így élsz? Én maximálisan így gondolom, vagyis próbálom. Mióta? Hú, igazából én azt mondanám, hogy a balesetem óta főleg, de előtte is már erre törekedtem, hogy minden nap úgy éljek, hogy én, amikor lefekszem aludni, átgondolom a napomat, és azt mondom, hogy előbbre léptem. Te most hány éves vagy? 21. 21. És mikor volt a baleseted? 18 évesen. De 18 éves korodig volt benned annyi bölcsesség, előrelátás, életigenlés, tudatosság, hogy e szerint éltél? Igen, próbáltam. Orvos szerettem volna mindig lenni, úgyhogy próbáltam azt a mentalitást is mindig képviselni. A balesetkor pontosan mi történt? A 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös csigolyám tört, a 6-os, 7-es borda, a farokcsont, medencecsont, keresztcsont, és onnan roppant el a gerincem, és a farokcsont magával húzta a baloldali idegszálat, így lebénult a bal lábam. Ez egy lovas baleset. Ez egy lovas, igen, mi egy tanyám. Mi történt pontosan? Idegrendszeri meghibásodása volt a lónak, így mondták, már 5-6 éve rajta ültem mindig, és meglátott egy másik lovat, és magával együtt ledobott, és rám esett. Fejre estem, és úgy, ahogy az ő súlya jött velem, így összeroppantott igazából. Részlegesen lebénultál 18 évesen. Igen. Kerekesszékbe kerültem, és feküdtem nagyon-nagyon sokat. Ez volt az első baleseted? Nem, előtte volt már a kezemmel egy ugyanígy lovas, lehet már ott abba kellett volna hagyni, de nem hagytam. Ott úgy megrántotta a gyűrűsúlyamat a ló, hogy az is idegszakadás lett. Így jobb kézről áttértem bal kézre. Tudtam, hogy nem sebész leszek így, hanem más irány, de mindent megtanultam bal kézzel, elkezdtem egész nyáron fejleszteni magam, hogy akkor a bal kézre hogy álljak át. Tehát az első baleset esetén tulajdonképpen kiderült számodra, hogy jobb kezed soha nem lesz olyan, mint a bal. Így van, és soha nem fogok tudni semmit vele, nem tudtam bögrét fogni. Ez jó egy évig volt ez, hogy még egy bögrét se tudtam megfogni. Na de várj, hogy nem roppantál össze? Úgy voltam vele, nem hiába van kettő kezünk. Tehát, hogy elkezdem akkor a másikat fejleszteni annyira, hogy azt használjam. Nem is estél kétségbe? Nem. Az jobban zavart, hogy állandóan merevítő volt a kezemen, nem tudtam, mindig felelnem kellett a suliba, nem tudtam írni, és hiába egész nyáron tanultam, ugye bal kézzel írni, hát nem ment olyan gyorsan. Úgyhogy így feleltem, mindig beszéltem minél többet. Szüleid se estek kétségbe? Ők azért jobban tartották magukat, hogy mi lesz így, mert hogy hát jó fiatal vagyok, és akkor, hogy igenis próbáljam erőltetni, de hát nem észrevették, hogy ez nem, de mondtam, hogy semmi probléma nincs, hogy nyugodjanak meg. Mindig nyugtattam őket. De tulajdonképpen magad is kellett nyugtatni, vagy tényleg ez volt a természetes hozzáállás? Ez természetes volt. Tehát amilyen természetesen jobb kézzel írtam, úgy gondoltam, hogy megtanulok ballal írni. A nulláról, mert a nulláról, előtte... igen. És ez most igen, hogy igen. Megy? Most teljesen kétkezes vagyok, de inkább a bal. Tehát, hogyha valamit kell csinálnom valóban megfogni, akkor a balt használom. Ballal írok többet, ha labdát pattogtatok a bal kézzel. Úgyhogy áttértem, teljesen áttértem. Milyen hosszú munka előzte meg mindezt, hogy teljes értékűen tudj bal kézzel létezni? Hú, hát majd két év. Két év mondjuk minden nap kellett járni? Minden nap. Minden nap? Így van. Igen, egyszer igen. Sem mondtad azt magadnak, hogy miért alakult ez így? Sokat gondolkoztam rajta. Igazából úgy voltam vele, hogy saját magamra volt időm, és ez is így visszaigazolt, hogy hát ki gondolta volna, hogy egyszer nekem rá kell arra térni, hogy a bal kézzel írás alkalmazása. De hogy nem utána... haragudtál a sorsra, a lóra, magadra? Jaj, nem. Nagyon, sőt, hálás is voltam, mert így saját magamat kezdtem el fejleszteni vele. És igenis megmutattam a szüleimnek is, hogy ők bármit mondtak, megcsináltam. Nem makacság, hanem ilyen pozitív visszaigazolás saját magamnak. Emlékszel arra, amikor megmutattad, hogy immár így tudsz bal kézzel írni, és bal kézzel bármit csinálni? Persze, mindig írtam, és mutattam nekik a füzetet. Vettem egy elsős füzetet, hogy tényleg meglegyen a mérete is a betűknek, ne legyen kancsal. Úgyhogy nagyon sok gyakorlás. És mondd, ez óvatosságra téged nem intett? Ez a baleset? De,
nagyon, mert tudom, hogy előtte azért nagyon vakmerő voltam. Tehát bármi volt, az biztos, hogy én jelentkeztem, én mentem, nem felelősségteljesen éltem az életemet, de azért mégis felelőtlenül. Tehát, hogy úgy bele tudtam ugrani a dolgokba, hogy nem gondoltam át eléggé. De mégis folytattad ugyanúgy a lovaglást, tehát nem kezdtél el gondolkodni rajta, hogy... Ó, hát nem, mindennel magyaráztam, ugye, hogy miért, hogy akkor ez csak ilyen ideiglenes volt, bármi történt, de ugyanúgy lovagoltam egy kézzel. Itt, ami, tegyük hozzá, nem akármi, ugye? Tehát ehhez kétkezes, igen, meg kell lenni, teljesen optimális. Kétkezes, igen, igen, de ugyanúgy felszállni a lóra, mindent megcsináltam úgy, hogy a jobb kezem merevítővel felkötve, és akkor bal kézzel megtanultam irányítani. Miért csináltad szerinted? Hú, imádtam a lovaglást, imádtam a lóval lenni, és nem szerettem volna magamnak se bevallani, hogy nekem itt vége kéne legyen. És rájöttem, hogy tudok ugyanúgy mindent. Tehát, hogy elvettem ugye magamtól a jobb kezem, de mégis ott volt a bal. Úgyhogy így teljesen természetesen ment utána minden. A második baleset, ilyen értelemben, ami 3 évvel ezelőtt igen, volt, az igen, ugye igen. Még nagyobb felkiáltó jel lett. Igen, hát igen, az nagyon. Ott egy teljes ájt kaptam, mert hát ugye... Ájt, tehát, hogy állj meg. Igen, 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 hogy itt az idő, hogy meg kell állnom, hogy én bármit szeretnék felülírni a törvényeket, úgymond nem tudtam. Ugye hát itt nem volt lehetőségem, hogy akkor felállok, elindulok, elmegyek, mert nem is tudtam. Mindenhez segítség kellett volna. Úgyhogy hát ott egy óriási szünet volt, meg átgondolás. Az orvosok mit mondtak? Hogy lehetetlen, hogy újra menjek, vagy járjak, de még az is, hogy kerekesszékből kiszálljak. Ezt mondták az orvosok? Igen. Tehát tulajdonképpen igen, a te igen. Lehetséges mozgásodról teljesen lemondtak. Teljesen, megvonták a kezeléseket is, mert hogy orvosilag nem lehetett ezt gyógyítani. Mondták, hogy mivel ideg szakadt, ezen nincs mit tenni. Te miért nem hitted ezt el? Hát úgy voltam vele, őszintén elmondom, hogy ha valaki tud pánikbeteg lenni és beképzelni dolgokat, akkor én is be tudom azt képzelni, hogy érzem újra a lábam, és tudok újra menni. Te már a lábad se érezted? Nem, semmit. Úgy jöttünk rá, hogy nem érzek egyáltalán a bal lábamba, hogy a nővérem megcsikizte a talpamat, és én nagyon csikis vagyok, és nem éreztem, meg sem mozdultam. És akkor néztek, és szólt anyukámnak, anyukám meg így nekem. Ne mondd, hogy akkor nem volt egy nagy törésed. Nem volt. Nem estem kétségbe. Tehát teljesen higgadtan úgy voltam vele, hogy majd érezni fogom. Semmi probléma nincs. Kételymentesen azt mondtad, hogy neked ez sikerülni fog. Persze, természetes volt. Elkezdtem YouTube-on videókat nézni, hogy hogy lehetne tornáztatni, mi lehet a megoldás, és csak arra jöttem rá, hogy én saját magam akarata. Tehát, hogy igenis ezt elhatározom, eldöntöm, nehéz lesz. Főleg nagyon-nagyon nehéz volt, tehát jött a végzős évem gimnáziumba, de hogy igenis már el fogom kezdeni a tanévet, és újra lábra fogok állni. Mi volt a következő lépés? Hát a következő lépés az az volt, hogy kezdődik a szeptember, és valahogy nekem iskolába kell járni. Hát a szüleim mondták, hogy ők nem tudják megoldani, Gyömrön lakok, az Pesttől 20 kilométer, de hogy nem tudják megoldani, hogy minden reggel és délután jöjjenek, értem? Úgyhogy így vagy magántanuló leszek, vagy nem kezdek. Olyan nagy sérülésem volt, hogy azt is elfelejtettem, ha valamit mondtam. Úgyhogy így fél óránként mindig ismételtem magam, elkezdtem beszélni, aztán elfelejtettem, mit mondtam. Úgyhogy így nem gondolták, hogy én leérettségizem. Előtte végig kitűnő tanuló voltam, meg 4-es, 5-ös azért 11-be, de hogy nem gondolták, hogy én leérettségiznék. Úgyhogy kerestem egy kollégiumot. Mert ha jól értem, úgy gondolták, hogy úgy tűnt, hogy szellemileg is igen, lett valamilyen igen, sérülés? Igen, igen. Azt mondta az orvos, hogy retrográd amnézia, fél év és egy év, hogy visszajöjjön minden. És hát ők teljesen kétségbe estek, hogy itt van a lányuk, aki úgy ment el még, hogy teljesen sportoltam, futottam, atlétikáztam, mindent csináltam, okos voltam, tanultam rengeteget mindig, és most visszajöttem
haza, és már teljesen más, hogy láttak, de én tényleg nem estem kétségbe. Tehát úgy voltam vele, hogy akkor gyorsabban tanulok, még szorgalmasabban. És elmentél egy nevelőiskolába, ugye? Egy nevelőkollégiumba, igen. Igen, igen. Ahol magadra voltál utalva. Teljesen. A szüleid nem mondták azt, hogy hát ez hogy? De mondták, hogy nem, hogy szó se lehet róla, hogy otthon se tudjuk megoldani azt, hogy eszem, iszom, ha mosdóba kell menni, hogy egy kollégiumba az, hogy most elmenjek úgy, hogy 3 hónapot előtte végig feküdtem, hogy ez kivitelezhetetlen. De mondtam nekik, hogy ha nem engednek, elmegyek magam, hogy 18-at már betöltöttem, megoldom. De te mibe bíztál? A te képességedbe, akaraterődbe? A képességeimbe, meg hogy mennyire szeretném. Tehát én abban nagyon-nagyon hiszek, ha valamit szeretnénk, akarunk, azt meg tudjuk valósítani. Összepakoltam és mondtam a szüleimnek, hogy vigyenek fel, hogy akkor én beköltözöm. Mennyire voltál ilyen értelemben magadra utalva? Tehát nem tudom, egy pohár vizet te magadnak kellett kiönteni? Igazából itt már 2 nagy mankóval, hónagy mankóval felálltam, de hát olyan lassan tudtam menni, és annyira fájt minden, hogy hát mire megtettem 3 métert, 10-15 perc eltelt, de az a minimum volt. Úgyhogy így eléggé segítség kellett, de tudtam azt, hogy itt legalább még jobban fogok tudni fejlődni, és tehát, gyógyulni. Tehát, hogy inspirált és motivált. Persze, igen. Hogy itt nem lesz az, hogy biztos a szüleim is nagyon aranyosak, kedvesek voltak, hogy hoztak mindent, de mondtam, hogy ez nem feltétlen jó, mert akkor saját magam nem szeretnék még többet menni, még többet erősödni. Mennyivel később tudtad azt, hogy ezt megcsináltad, és teljes értékűen tudsz menni? Hát most. 3 évnek kellett igen. Tenni. Ma már igen, nem venni észre a mozgásodon. Én néha érzem, vagy például, hogyha, mert most már sporttagozatra is járok, tehát hogyha úgy van, hogy ugranom kell, vagy valami, akkor ha bal lábamra érkezek, az tudom, hogy nem egy jó pont, de egyébként szinte mindent. És mit mondtak az orvosok, amikor először szembesültek azzal, hogy te jössz-mész? Nagyon meglepődtek, el se szerette volna hinni a doktor úr, és mondtam neki, hát igazából ilyen csapat volt, aki foglalkozott velem, akik így lemondtak rólam, hogy mondták, hogy lehetetlen, és pszichológust tudtak volna felajánlani. Így visszamentem, és mutattam nekik, hogy igazából, hogy nem kell semmi, hogy tudok menni, hogy megvan minden, és hogy tudják azt, hogy attól még, hogy megvolt a diagnózis, az csak egy papírra leírt valami szöveg, és hogy nem a szemét nézték. És hogy a jövőben én szívből kívánom nekik, hogyha jön hozzájuk egy újabb hasonló eset, vagy bármilyen eset, hogy azt nézik, hogy az ember saját maga, hogy meg tudja csinálni, és lehetőséget adni neki. Mert tőlem azt is elvették igazából. Hogy egyáltalán magadnak bebizonyíthass. Igen. Igen, igen. Ez rosszul esett? Nagyon rosszul, mert én pont azért szerettem volna orvos lenni, hogy minden beteg mellett teljes szívvel, lélekkel, és hogy bíztatni, hogy meg tudja csinálni, és hogy annyi minden az akarattól függ. Nagyon sok minden, de nem minden. Tehát azt is el tudod fogadni, hogy persze, emberek hiába is tesznek bele ugyanennyi szívosságot és állatotosságot, mint te, nekik mégsem biztos, hogy sikerül, sőt. Igen, akkor meg azzal kell tudni megtanulni együtt élni. Neked ment volna? Ment, most is megy. Például imádok gokártozni, nagyon-nagyon szeretek bobozni, mindenféle ilyen extrém dolgokat, jégkorizni, görkorizni, de azt nem csinálhatom, mivel a farokcsont, az nyíltan még mindig kint van a törés miatt. És tudom, ha arra ráesnék, akkor lebénulnék nyaktól lefele. Jó, csak más, amikor ilyesfajta kompromisszumot kell kötni, és van, aki mondjuk... Aki teljesen. Teljesen. Tehát arra voltam kíváncsi, hogy azzal például tudtál volna te... Persze, nekik meg boldoggá tenni az életüket, és megmutatni azt, hogy így is lehet olyanokkal összehozni, és hogy nincsenek egyedül. Tehát inkább az, hogy én úgy éreztem, hogy teljesen magamra hagytak, mellettük meg ott lehetett lenni, vagy még több alternatív dolgot mutatni nekik, hogy hova tud menni, miket tud csinálni, ne ilyen elveszve érezze magát. Te el tudod képzelni azt a szituációt, amikor te teljesen hitehagyott vagy? Igazából nem. Nem? Nem. Valamibe biztos kapaszkodnék mindig. Tehát, hogy én annyira bízom mindenbe, hogy meg tudjuk csinálni. De magadba bízol?
az emberi teljesítőképességbe bízol, valami felettes dologba bízol. Magamba, tényleg saját magamba. És ezt mondd meg nekem, hogy mit táplálja. Hú, igazából a tapasztalatok. Tehát, hogy egy pici apróságból is, ha kiindulok, és tudom, hogy meg tudom csinálni, és nem esek kétségbe. Tehát inkább az, hogy nem engedem saját magamnak, hogy kétségbe essek, hanem mindent higgadtan leülni, és átgondolni. Neked olyan a családod, akik így erre próbáltak téged mindig terelni, nem szabad feladni a dolgokat, kitartónak kell lenni, kislányom, mert engem azért úgy meglep, hogy valaki 18-20-21 évesen ilyen elszántsággal, munkabírással és lankadatlansággal képes menni az életbe. Hú, igazából ők nem olyanok. Négyen vagyunk lányok, tesók, de teljesen különbözőek. Sportolni senki nem sportolt. Ők féltettek mindentől is utána, hogy nehogy történjen még egyszer valami, vagy ennél rosszabb. Igazából mondtam, hogy rosszabb szinte nem is lehetne. Jó, hát lehetett volna, de... Te majdnem, hogy megerősödve jöttél ki belőle. Igen, én teljesen. Az életet nem óvatosabban próbálod élvezni azóta? Hú, az az igazság, hogy felelősségteljesebben, inkább úgy mondom, most is felülök lóra, de csak egy évbe egyszer, amikor a balesetem volt. Aznap? Aznap. De minden miért? Minden évben azóta is volt, hogy kettő mankóval, de azért is felszenvedtem magam. De miért? Mert az nekem úgy érzem, hogy kell, olyan befejezetlen. Arra sem emlékeztem, hogy balesetem volt. Semmire, úgyhogy nem is tudtam az egészről. Nem ráz meg. Évről évre? Jaj, nem. Egyre jobban szeretem. Úgy imádok oda visszamenni, ugyanarra a helyre, ugyanúgy felülök, és ugyanott végigmegyek. És akkor végig gondolom, hogy valamiért ennek így kellett lennie, de hálás vagyok neki nagyon. Miért? Mert hogyha nincs a balesetem, eszemágába sincs elmenni nevelő kollégiumba, ami nekem nagyon-nagyon sokat segített, mert így kezdtem el jobban a házi munka, a főzés, a takarítás, a mindent, hogy a női szerep igazából megtanított mindenre. És hogyha nincs a baleset, akkor maradok otthon, és biztos, hogy elkényelmesedek. Mert én elkényeztet a gyerekkortól. Igen, igen, igen. Kicsit ilyen kis királylány? Persze, nagyon, de szó szerint a szobám is. Az egy az egyben ilyen hercegnő szoba volt, tehát mindig. És ez mindig hozott le egy kicsit a való életben, úgy érzed? Igen, teljesen. Tehát tudom, hogy nem éltem jól feltétlen az életemet, mert hiába mindig ott voltam, amikor valakinek segítenie kellett, de nem mentem volna el jó irányba. Most meg nagyon szeretem, mindenemet imádom igazából, amivel foglalkozom, amerre elmentem. Mi lennél te ma? Azt mondod, nem jó irányba mentél volna. Hú, biztos, hogy nem csinálnék semmit, amit egy nőnek kéne, így házi munkába értve, meg a főzés. De szükségszerű, hogy kell csinálni egy nőnek házi munkát? Van, illik. Aki szerint igen, van, aki illik. Igen, 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 és nagyon szeretem. Úgyhogy nagyon szeretek takarítani, imádok, nagyon megkedveltem. Előtte ugye csak így nem késztem. Lehet, hogy felszínesebb életet élnél, oda akarsz kiukadni? Igen, ez így van. Sokkal felszínesebbet. Meg mire lecke mindez neked? Tehát a fejed, a megközelítés módjaid, a szemléleted, az mennyiben változott a második baleset óta? Mindenért nagyon hálás vagyok, és törekszem átadni azt, amit én átéltem, hogy igenis van lehetőség mindenbe. És mindig is tudtam, hogy betegekkel szeretnék foglalkozni, de rájöttem, hogy jobban az ilyen idézőjelesen elhagyatott emberekkel, akikről így lemondtak. Miért? Igazából. Hát úgy gondolom, hogy ők egyedül vannak, és nekem is nehéz volt. Tehát, hogyha nem állok ennyire a sarkamra dacosan, mert azért itt már dacos voltam, akkor én is belekényelmesedek abba, hogy kerekesszékes lettem, és lebénultam részlegesen, és akkor nem mozognék jobbra-balra. Azt varjuk még el, hogy mi szabott gátat a te orvosi karrierednek? Igazából egészségügyi okok miatt nem tudtam magam beoltani. Úgyhogy és ezáltal nem tudtál ott lenni a COVID osztályon, mint segédápoló? Ott voltam egészen a végsőkig.
Tehát amíg augusztusig, a legesleg végig, amíg el nem ment a COVID, végig dolgoztam éjjel-nappal, éjjel a kórházba COVID infektológián, fertőző osztályon. Mert akkor már Győrbe jártál egészségügyi szakra. Igen, 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 és egyetemre. Igen, és novemberben meg is kaptuk a levelet a kirendelésekről. Igazából kérdés nélkül mentem, akkor még mindig mankóztam. Úgyhogy így nehéz volt, hogy segíteni szeretnék az embereken, és fogok is, de mégis bennem volt az, hogy hát én még mindig mankózom. De nagyon örültem neki, mert így még többet tudtam fejlődni. Tudtam, hogy én most megragadtam. Tehát ott is volt egy ilyen kényelmi fázis nekem, hogy mankókkal elbandukolok mindenhova. És igazából az nagyon sokat segített, hogy mentem mindig a betegekkel, siettem ide, oda, amoda, és ott kellett lennem. Úgyhogy letettem a mankót, és a kórterembe az ágyakat fogtam, a falat, a rácsot. Úgyhogy nagyon szerettem, és azért is iszonyat hálás vagyok, mert ha nincs a baleset, akkor én nem kerülök így Győrbe, és nem feltétlen dolgoztam volna így a COVID-osztályom. Te amikor megtanultál első segélyt, nyújtani, hogy mondják ezt szépen, első segélyt nyújtani, akkor te azzal a szándékkal sajátítottad el, hogy erre még lesz szükséged, vagy biztos, ami biztos alapon, nem árt, ha tudom? Biztos, ami biztos alapon, nem árt, ha tudom. Mikor lett ez először próbára téve? Először, amikor gimnáziumba jártam már, 10-es voltam, és akkor a gyömrői vasútállomáson télen esett, vagy hát igazából az úr elkezdett halálhörögni, és ott kellett először így próbára tennem magam. Nagyon sokan ki is mentek a váróból. Felnőttek? Felnőttek. Tehát felnőttek, kimentek akkor, amikor egy másik ember elájult. Igen, igen, igen. Zavarukban, vagy miért? Szerintem megijedtek. Sőt, hát megijedtek. Idegen volt nekik ez az egész, és én megértem, fura volt, és nem tudtam az elején elfogadni, hogy magára hagyták igazából az urat. Úgyhogy így fura volt az egész. De te nem ijedtél meg? Én nem, én nem. Hány nem. éves voltál? Hú, 15, azt hiszem 15. 15 évesen volt annyi lélek jelenléte, hogy oda menj egy számodra vadidegen úrhoz, aki halálhörgést hallgat. Igen. Hallat. Igen, igen. Igazából tudtam, hogy én nekem ehhez van egy kicsi fogalmam, vagy hát úgy, hogy ha valamit egyszer megtanítottak, azért azt tudtam, és az, hogy nem hagyhatom magára. Tehát nekem a lelkiismeretem azt nem bírta volna, hogy én kisétáljak a váróból. Sikerült őt megmenteni? Nem, sajnos őt nem. Egy magad voltál, aki küzdött még az életére? Még volt 3-4 felnőtt ott, de igazából volt, aki nekem támaszkodott, hogy én ne legyek rosszabbul, meg én is, hogy ők. Én mondtam, hogy mit kell megnézni, a nyelvet, a mindent, de őt nem sikerült sajnos megmenteni. Nem vett el a kedved? Tört össze? Nem. Nagyon szomorú voltam, tehát így napokig igazából magamba roskadtam itt, mert itt találkoztam először úgy a halállal, hogy ennyi, meg hogy inkább az embereket nem tudtam akkor megérteni. Akik cserben hagytak, igen, vagy kimentek a váróból. Igen, igen. Mennyivel később jött a következő eset? Hú, nem sokkal később jött, kevesebb, mint fél évre rá. Az hogy történt? Is. Ott mentem, nyelviskolába jártam, és a nyelviskolából visszafele, ahogy jöttem, a buszmegállónál láttam, hogy az úton van egy zsák, azt hittem, hogy egy zsák. És közelebb értem, és akkor láttam, hogy ez egy ember, úgyhogy le is szólítottam egy járókelőt, egy férfit, és mondtam neki, hogy húzza ki azonnal, hát én nem bírtam volna el, és hát nézzük meg. Őt sikerült újraéleszteni. Mit keresett abba a zsákba? Igazából sajnos drogozott, mert amikor szépen lefektettem, akkor láttam, hogy a jobb kezéből tű állt ki. Vele mit kellett csinálni? Úgyhogy igazából megnéztem a pulzusát, megnéztem magánál van-e, ki kellett húzni a tűt a kezéből, és megkezdeni az újraélesztést. Újra kellett őt éleszteni. Igen, igen, igen. És te hoztad vissza az életbe? Igen. Igen, ott nagyon aranyosak voltak a mentősök, jöttek jó hamar, de sikerült szerencsére. És őt vele találkoztam rá egy kis időre, egy hónapra, másfél, de nem mentem oda hozzá, mivel úgy voltam vele, hogy
Én nem feltétlen vagyok neki pozitív élmény. Nem mentél oda hozzá, hogy belenéz a szemébe? És ő nem. Belenézen a tiédbe? Nem, bízom benne, hogy neki megváltozott az élete. Úgy tűnt? Akkor egy hónappal később? Igazából nem tudom megítélni, de annyira bízok benne, hogy mondjuk azt. Megkapta a második lehetőséget, és én is tudom, vagy hát főleg most, hogy én is sokszor kaptam második lehetőséget, és bízom benne, hogy ő teljesen átgondolta az életét, mert egykorúak voltunk, tehát nagyon fiatal volt, és hát remélem, hogy tényleg talpra állt, és akkor most már kezeli magát, vagy hát kezelte magát. Ő nem is tudja, hogy ki az a lány, aki visszahozta őt az életből. Nem. Hát, hogy innen majd meg tudja nézni a műsor. A harmadik eset, az hogy történt? A harmadik eset az az arénánál a busz megállóba volt egy hajléktalan úr. Ő igazából már meg volt fagyva, tehát lila volt, teljesen kékes lila, őt nem lehetett megmenteni, azért próbáltam, mert mondták a telefonba is, hogy ki tudja, hogy miért ilyen a bőre, ugye, hogy hogy alakult neki, őt már nem lehetett sajnos megmenteni. Az ilyenek, amikor nem sikeredik valami, akkor nem szegi a kedved? Nem. Próbálom felfogni, hogy neki ott akkor valamiért el kellett mennie. Tehát, hogy meghalt. Ennyire fatalista vagy? Igazából bízom nagyon a dolgokban. Hát de várjál, hogyha te felülírtad az élet adta törvényszerűségeket a te esetedben, és az az akaraterő múlt, akkor más esetében meg olyan nagy vonalúnak tűnik azt mondani, hogy hát ennek így kellett történnie. Hát nekem az a második lehetőségem volt, és igazából azt én saját magam szerettem volna annyira, hogy nem törődtem bele. De hát akkor ez valahol rajtunk múlik, te azt mondod. Igen, igen, igen. Igen, rajtunk is, de nekik valamiért ezt kellett megtapasztalni, és lehet, hogy nekem kellett az, hogy lássam a hajléktalan urat, mert előtte azért előítéletesebb voltam. A hajléktalanokkal szemben? Igen. Az mit jelent? Nagyon szomorú, de nem értettem, hogy miért nem lépnek előre az életükbe. Még azt is bemered valami, hogy nem tudom én, ha a közeledbe volt, akkor odébb mentél? Nem, azt nem. Félni féltem tőlük, mondjuk, tartottam tőlük, de most már az sem. De inkább így sajnos ezt nehéz kimondani, de lenézően néztem rájuk, mert nem értettem, hogy miért nyugszik ebbe bele. Hogy ő így él, ő így van, de utána meg igazából rögtön oda mentem neki segíteni. És mai napig bárkivel találkozom, tőlem kérne, bármire kér, én adok, mert nem tudhatjuk, miért jutott oda. Tehát most már igazából próbálom minden embernél azt, hogy a mögöttes dolgokat nézni, mert nem ismerjük a másik életét. Nem tudhatjuk, hogy miért van ő ott, vagy hogy alakult az élete, ami miatt ő ebben a helyzetben van. Hát meg ugye az ember nagyon gyakran hajlamos saját magából kiindulni, és mindezt általános tantétellé tenni. Másban nincs ennyi eltökéltség, szufla, akaraterő, vasakarat. És ezt nem lehet átültetni bizonyos élethelyzetekre. Neked lehet, hogy menne, másnak nem biztos. És valószínűleg ilyenkor kell nagyon elnézőnek lenni. Igen. Hát igen. Igen, igen. No, és volt egy negyedik eset is, ami volt egészen elképesztő, hogy 21 éves korod ellenére, vagy mellett négy életveszélyes szituációban volt részed, már megfigyelőként. Igen. Pusztán csak megfigyelőként. Igen, igen, igen. Ő egy hát kicsivel idősebb lány volt, mint én. A keletibe ment fel a lépcsőn, és összeesett. És kiderült, hogy valamilyen szívbetegsége volt, de külföldiek voltak, így a barátnő teljesen pánikba esett. Én meg akkor megint tudtam, hogy jó, akkor mit kell tennem. És neki is elkezdtem az újraélesztést, a mentősök nagyon hamar odaértek, és ő neki is rendbe lett, szerencsére. Őt is sikerült újraéleszteni. Te van olyan dolog, amitől félsz? Hú, picit attól, hogy én leszek egyedül. Már hogy egyedül maradsz? Igen, igen, igen. Általában jó, hogy egy-egy élethelyzetben? Általában véve. De ez a veszély teljesen. Miért fenyegetne téged? Nem fenyeget, de félsz azért tőle. Igen, 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 mert bennem van azért az embereknek, amikor egyedül vannak.
Tehát ahogy teljesen egyedül hagyják őket, és abban a helyzetben én nem szeretnék kerülni. Attól félnék, attól tartanék. Most komoly párkapcsolatban élsz, ugye? Igen, igen, igen. És hallom, hogy kezdetben a fiú úgy furcsálotta a te naív, vagy nem is tudom milyen világképedet. Nagyon, nagyon lenézett egyébként. Lenézett? Igen, 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 nem is bírt elviselni. De miért? Tehát furcsálotta, mert ők látják, én mindig azt mondom neki, hogy ő csak egy kis szakaszt látott belőlem, egy nagyon-nagyon pici részt, és előítéletes volt. De mit gondolt rólad, hogy milyen vagy? Nagyon naív, kis álomvilágban élő, kis akivel el se lehet beszélgetni normálisan. Tehát ő nagyon azt gondolta, hogy ilyen kislányos vagyok, meg komolytalan, meg tényleg, hogy álomvilágban élek. Ő teljesen ez. Lehet, hogy sokáig abban éltél, nem? 18 éves korodig mondjuk. Inkább az elkényeztetésben. Uh-huh. Tehát tudtam nagyon jól, hogy nem helyes, de ugye hát folytattam. És mi kattintott át a barátodat, hogy máshogy tekintsen rád, más lencsét használjon? Igazából oda mentem hozzá, mert nagyon viccesen ismertük meg egymást, egy körben ültünk, és egy ilyen egyetemi napokon, egyetemi fesztiválon, és vannak ilyen egyetemi házasságok. És azért, mert én szép voltam, jól néztem ki, ezért kérte meg a kezem, hogy akkor összeházasodnék-e vele, ugye ilyen egyetemi nem komoly, és mondtam neki, hogy persze, összeházasodtunk, és az este leültem vele beszélni, tényleg csak beszélni, és mondtam neki, hogy tudom, hogy milyen előítéletes velem szembe, és hogy csak a látszatra ment rá. Hogy azért vette el, hogy a képeken jól nézzünk ki. Neked ez bántotta a hiúságod? Persze, hogy bántotta, mert mondtam neki, hogy nem ismer. És hogy nagyon szomorú, hogy így éli az életét. Én kicsit nyers vagyok. Nagyon, nyers vagy? Igen. Nagyon szigorúan tudok fogalmazni, és ami a véleményem, az lehet, hogy más nem is érdekel, de elmondom. Még a mai napig? Persze, igen. Még annak árán igen, is, igen. Hogy van, aki nem biztos, hogy ezt tudja pontosan dekódolni, és megsértődik. Igen, 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 igen. Akkor megsértődik valami folyamat, elindul benne, mert nem véletlenül sértődött meg. És utána ő írta, hogy szeretne engem jobban megismerni, mert hogy elbeszélgetett velem fél órát, és teljesen megváltozott a véleménye. De most már ennyi idő után elmondhatod, tudok titkot tartani. Azért mentél oda, és játszottad el ezt a kis performance-ot. Nagyon hatásos, mert tudtad, hogy így tudod egy picit, hogy mondjam, érdekessé tenni magad, és ezáltal őt is érdekelté tenni a történetben? Hú, nem, soha nem gondoltam volna, hogy mi együtt leszünk. Nem? Mert na, ég és föld. Tényleg mindenbe. Ő annyira máshogy látja a világot. Nem is hisz a te világot megváltoztató, jóságos életszemléletedben? Én inkább azt mondom, hogy nem hitt. Most már sikerült őt megtéríteni? Persze, most ezért már puhul, nagyon puhul, még tanuló folyamatban vagyunk, de nem szeretném megváltoztatni. Csak mindig azt mondom neki, hogy ha nem is lennénk együtt, hogy lássa sokkal széles körűbben a világot, ne legyen ilyen zárkózott, mert szerintem az a baj, és nagyon sok diákkal, egyetemistával, hogy idézőjelesen burokba vagyunk zárva, és annyira sok jó lehetőségünk lenne, és sokkal nyitottabban élni az életet, és neki is mondtam, hogy igenis, hogy picit jobban, hogy nem ilyen előítéletekkel, meg... Ez a titka a jó életnek, szerinted? Vagy mi a titka? A jó életnek? Ez nem szabad. Az egónkat úgy le kell vetkőzni, szerintem. És sokkal, sokkal derűsebben. És mi magunk, tehát elhinni, hogy mindenre képesek vagyunk, és igenis lehetőséget adni másnak. Nem egy felszínből ítélni, és megismerni, mert hát az nem. Jó, de ha mondjuk nézi ezt ön is, hogy olyan ember, vagy hallgatja, akiben nem volt ennyi akarat, nem volt ennyi szívosság. Maga alá temette őt az adott probléma, az adott megakadás, az adott baleset és ezernyi probléma, egy válás. Akkor vele azért nehéz elhitetni azt, hogy élni jó, nem? Lehetőséget kell neki mutatni, kizökkenteni a mindennapokból, és hogy lássa, hogy vannak emberek hasonló problémával is, és mindig tudunk valahova menni. És tenni valamit. Tehát olyan nincs, hogy egy helyzetben megragadunk. Van, de mi tehetünk azért, hogy ebből kibillentsük saját magunkat igazából. Te mindig mindenre
ha saját magadról van szó, de lehet, hogy mások esetében is. Mm-hmm. Tudod a megoldást? Nem, de próbálom. Tehát akkor kipróbálok sok más dolgot. Hogy melyik lehet, melyik áll a legközelebb hozzám, vagy mi lehet egy pozitívabb tett vagy cselekedet. De amikor mondjuk, nem tudom, veled előfordul, ilyen magad alatt vagy. Igen. Akkor az hogy rángatod ki magad? És hiteted el magaddal, hogy ez a világok legjobbika? Tudom, hogy időszakos. Hogy most valamiért igenis picit morcosabb vagyok, nyűgösebb és szomorúbb, de tudom, hogy ez időszakos, és meg fog változni. Mondd, nem tudom, ezen gondolkodtál-e. Igen. Hogy szerinted mi vagyunk furán bekötve, tehát a rajtad kívül álló emberek, hogy egész egyszerűen belülünk, vagy az emberek többségéből ez a képesség hiányzik, vagy te vagy ilyen értelemben rendhagyó? Lehet rendhagyóbb vagyok, de szerintem csak azért, mert benne voltam már ilyen helyzetekben. Tehát nekem is igazából az adott helyzetek segítettek kimozdulni így a komfortból. És annyira nem is érzed magad rendhagyónak, ha jól sejtem. Nem, egyáltalán nem. Majdnem, hogy azt gondolod, hogy nekünk kellene egy kicsit hasonlóképpen gondolkodni, mert csak rajtunk múlik. Igen, igen, igen. És tenni, mindenért tenni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. El fogok rajta gondolkodni, mert azért amikor egy orvosi diagnózis ellenében történnek dolgok, azok azért elgondolkodtatóak, de arra azért még kíváncsi lennék, hogy utólagosan azon nem gondoltál, hogy esetleg egy rossz orvosi diagnózisnak voltál ilyen értelemben az elszenvedője? Hú, Magyarországon szinte az összes orvosnál voltam. Nagyon-nagyon sok, igen. És mindenki egyöntetűen azt igen, mondta, mindenki hogy itt te nem fogsz járni. Igen. Egy masszőr állt mellém igazából, aki mondta, hogy ő masszírozással segít. Hozzájártam végig, és igazából még neki köszönhetem, hogy így. Te tulajdonképpen hiszel a csodákba. Igen, 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 igen. Hát akkor maradjunk ebben. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm. Nem tudom, hogy mindenki képes lehet-e Saroltáéhoz hasonló teljesítményre, élni akarásra, félek, hogy talán nem. De számomra mindkét beszélgetés azt példázza, hogy megéri megpróbálni, mert élni jó.